Idén 6. alkalommal rendezték meg a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület országos versenyét. A dél-dunántúli régióban a rendezvényt a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában tartották meg. A megmérettetésen 4 oktatási intézmény indult, egy-egy 5 fős csapattal. A versenyzők Nagyatádról, Siófokról és Kadarkútról érkeztek. Egy csapat az 5 főből áll, és 2 felszolgáló, 2 szakács és 1 cukrász tanuló alkotja a csapatot. 120 kérdés, 120 perc alatt kell megválaszolni interaktív módon. A szakács, cukrász, illetve a pincér tanulóknak többek között ismerniük kellett az éttermi berendezési tárgyakat, eszközöket, de más témakörökben, például a magyarországi borrégió őshonos kárpát-medencei szőlőfajták jellemzőit is tudniuk kellett. Nagyon örülünk, hogy számos versenyen részt vehetnek a diákjaink. A szakmai versenyeknek az az előnye, hogy a mindennapokban motiválja a tanulóinkat, illetve a szakmai előmenetelüket is elősegíti. Ilyenkor, amikor egy ilyen országos versenyen a szakmából szponzorok, támogatók, rendezvényre cégek megjelennek, olyankor már a tanulók is feltűnhetnek a látókörükbe, és a későbbiekben esetleg megkönnyíti az elhelyezkedésüket. A selejtező első helyezett csoportja másik 7 csapattal jut tovább a döntőbe, amit szintén a Szekszárdi Vendéglátóipari Iskolában rendeznek meg 2023. márciusában.